Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech 2hu t nézitek, a képen pedig a Sony Xperia Z Ultra okos telefont látjátok, amit ki fogunk csomagolni legújabb videónkban. Ez a eddigi legnagyobb Xperia telefon, 6,44 szolos kijelzője van, ami a Triluminos technológiával készül. Ezen kívül itt, ahogy láthatjuk, számos extra funkciót tud, illetve jó kis tulajdonsága van, hiszen ez is víz, illetve porálló, full HD kijelzőt kapott, a jelenlegi egyik legerősebb Snapdragon 800 processzor van benne, illetve fehér, fekete és lila színben is elérhető. A mi készülékünk az éppen lila színű, itt látható. A dobozba, hogyha belenézünk, nem adja magát olyan egyszerűen van egy sima micro USB, USB adatkábelünk, illetve egy töltőnk, ami hogyha tudom másfél amperes, tehát 1500 mA-rel tölti a tabletet, illetve van némi kis használati útmutatónk. De ehhez a modellhez ezúttal nem kaptunk headsetet, az, hogy a hazai példányokban lesz-e az jó kérdés. Itt látható a készülék, ami igazából hatalmas, tehát egy kézzel éppen át tudom fogni, de átérni már nem érem át az ujjammal. A kijelző keretét, hogyha megnézzük oldalt, egy olyan fél centiméter széles, illetve alul és felül magasabb ennél. A készülék tetején itt található a keretnél a hangszóró, valamint a Sony logó mellett bal oldalt van az előlapi kamera, illetve a fényérzékelő. A telefon aljára gomb nem került, hiszen igazából nincs erre külön szükség. Azonban van itt is egy kis kivágás, emögött a, a mikrofon található meg. Oldalról, hogyha megnézzük, nagyon vékony, Tényleg pengevékony, akárhogy is nézzük. A jobb oldalat legfelül van a 3,5 mm-es jack csatlakozó, ami mondhatni alig, hogy ráfért a telefonra. Van egy kis ajtónk, e helyezkedik el a microSD slot, illetve a SIM kártya is. Középen van a bekapcsoló illetve alatta helyezkedik el a hangerőszabályzógomba, ez így nagyjából még fogjuk rá, hogy kényelmesen elérhető, bár ez egy ekkora telefonnál semmi sem kényelmes. A bal oldalon van egy speciális dokkoló csatlakozó, ezzel tudjuk dokkolni, vagy külön elérhető ehhez egy mágneses töltőkábel is, akár. Itt van még egy kis ajtónk, emögött található meg a mikro USB, ahhoz, hogy töltessük a telefont, illetve a rotátvételre, felül pedig itt egy második mikrofonunk van. A hátlap, ahogy az oldala is a készüléknek lila színű, mint ahogy említettem is ezt a videó elején, illetve üvegborítású, ugyanúgy, mint az Xperia Z család többi tagjánál. Ez egy elég nagy méretű azért. Itt, ahogy látjuk, már nem matricával van megoldva az NFC matrica, hanem, az NFC jel, hanem itt része a hátlapnak, tehát itt mindig tudjuk, hogy itt helyezkedik el az NFC csip. illetve itt van a 8 megapixeles kamera, ami viszont nem kapott vakut sajnos. Ez volt tehát a lila színű Sony Xperia Z Ultra okostelefon, a Fablet kicsomagoló videója. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!